79 évvel ezelőtt több száz szekszárdi és környékbeli nőt, gyereket és férfit hurcoltak el koncentrációs táborba, csak azért, mert zsidónak születtek. Rájuk emlékeztek a Tolnai Vármegye székhely egykori zsinagógájában, a mai Művészetek házában. A helyi Tücsök zenés színpad fiataljai zenés műsorral emlékeztek meg a holokauszt szörnyűségeiről. A település sokáig ellenállt az akkor már Európa szerte és hazánkban is százezrek halálát követelő fasiszta eszméknek. Akkor kegyetlen politikai nyomása alól 1944. júliusára végül már nem sikerült megmenekülnie az itt élő zsidó lakosság legnagyobb részének. Mindig nehéz indulatok nélkül beszélni ilyen tragédiáról, már pedig egy megemlékezés, szelítséget, csendességet kíván. Tudjuk, hogy az áltatlanok életét nem vagyunk képesek visszaadni, és valószínűleg a fájdalmat sem tudjuk igazán enyhíteni. A megrendelés őszintesége azonban mégis jobbá tehet bennünket, reménnyel töltheti el mindannyiunk szívét, de eltölti azzal az emberséges határozottsággal is, hogy ami volt, azt soha se feledjük. Szekszárdon az antiszemitizmus és a nácizmus jó ideig nem tudott tért hódítani, mivel az akkori polgármester, Vitéz Vendel István nem engedett gettót létesíteni, de ez sajnos nem gátolta meg a szörnyűségeket, a sohát, a deportálást, mert csillagos házakat hoztak létre, ahonnan elvitték a zsidókat környező nagyobb településekre, ahonnan elindultak a vonatok, így például Bajára, például Mohácsra, Bonyhádra és még több helyre, Tamásiba és még több helyre. Ez 1944. júliusának első felébe történt, ezért mindig július elején tartjuk a holokauszt, vagy ahogy a zsidók mondják, soha a megemlékezést. 79 éve félmilliónál is több nőt, gyermeket és férfit küldtek haláltáborokba, vagy pusztítottak el másként a náci eszméket vallók, csak azért, mert az áldozatok legnagyobb része zsidó származású volt. Közülük 600-an Szekszárdról indultak a biztos halálba, erről beszélte a Tolnai Vármegyeszékhely alpolgármestere. Olyan megemlékezésre gyűlünk össze itt évről évre, amely nem a rokott büszkeségre vagy örömre, rettegésre, szenvedésre emlékeztet, és a megmagyarázhatatlanra. A második világháború legborzalmasabb történése a holokauszt. Az európai zsidó áldozatok számát különböző becslések 5-6 millióra teszik. Ez a tömeges népirtás hazánkban is százezrek életébe került, megközelítőleg minden tizedik áldozat magyar volt. Köztük nagyjából 600-an szekszárdiak és környékbeliek. A veszteség nem csak a zsidóságé, hanem az egész világé és benne egész Európáé. Ahogy a magyar zsidóságot ért veszteség, a magyar nemzet egészének vesztesége is. A veszteség nem csak a meggyilkoltak fájó hiánya, nem csak a megalázott túlélőket élethossziglan elkísérő emlékek nyomasztó borzalma volt, nem csak a még időben elmenekültek más kontinensen elért világra szóló teljesítményeinek nélkülözése. Veszteség az is, amellyel a legősibb kontinens és Magyarország esetében
Egy ezer éves állam történelme kevesebb lett azáltal, hogy mindez megtörténhetett, és Szekszárd is kevesebb ma. Tisztelt emlékezők! Veszélyes az idő múlása. Szüleink és nagyszüleink nem az idén sorolt rettentő számokat látták a holokauszt borzalmában. Az ő emlékeikben még arcok voltak, ismerősök, akikkel egy utcában laktak, egy iskolapadban ültek, egy munkahelyen dolgoztak. Ők barátaikat vagy ismerős földjeiket veszítették, megélve a gyász fájdalmát, folytatta Gyurkovics János. 79 év elteltével a túlélők száma maroknyi, és ugyan itt maradtak nekünk Radnóti sorai, Nobel-díjas Kertész Imre írásai, sőt már Oscar-díjas magyar filmalkotás is született a témában, de vajon elég figyelmeztetése ez nekünk? Elége az elmúlt 79 évben a világon felmalmozódott mindazon tudás és művészeti kincs, ami megpróbálta feldolgozni a holokauszt történéseit. Elége ahhoz egy közösségi médiától függő, globalizált társadalomban, hogy újabb, hasonló borzalom ne történhessen. Egy olyan világban, ahol a gyűlöletbeszéd és az álhírek az internet segítségével vírusnál is gyorsabban terjedhetnek. Ne legyünk benne biztosak. Akkor viszont jogosan adódik a kérdés, mégis hogyan lehet megakadályozni, hogy ne következzen be ismét tragédia. A választ részben megadjuk az emlékezéssel. Az antiszemitizmus sokan olyan vírushoz hasonlítják, amely képes betokozódni, majd mutálódva, újra és újra fertőzni, amikor a figyelmünk ellankad. Ezért fontos az emlékezet őrlángját táplálni, és azért, hogy emlékezzünk rá, hogy is szerezte az emberiség ezt a szörnyű sebet. Az emlékezetnek be kell épülnie a kultúrába, az oktatásba és a nevelésbe. A Szekszárdi Program a Művészetek Háza előtti emlékmű megkoszorúzásával és a zsidó hagyomány szerint a halhatatlanságot is jelképező kavicsok elhelyezésével ért véget. A mindörökre ismeretlen végül is így lesz otthonos. Mint hervadás az őszi lombot, a pusztulás bebalzsamoz. Kihűlt ez a világ, senki földje. S mint tetejébe hajított, ócska vasak, holtan merednek reményeink. A csillagok. Tamásiban a deportálás 1944. július 4-én az Eötvös és Arany János utcák, valamint a Kossuth tér által határolt gettóból kezdődött. 184 zsidó polgárt Auschwitzba, és sajnos csak 32-en tértek vissza. Válogatás nélkül sajnos elvittek tanárokat, munkás embereket, édesanyákat, édesapákat. Sajnos a náci gépezet az nem kímélt senkit. A településen az egykori zsinagóga falán márványtábla emlékeztet mindenkit a borzalmakra. 2004 óta márványtábla emlékeztet a történelmi szörnyűségekre. Ez volt a zsinagógának a fala, és ide került ez az emléktábla. A náci vérengzés következtében elhunyt zsidó áldozatok számát a történészek 5-6 millió közöttire teszik, közülük minden tizedik magyar állampolgár volt.